Az iraki vallási ellentétek miatt fennáll annak a veszélye, hogy a konfliktus kiterjed az egész térségre. Figyelmeztetett hétfőn Ban Ki-moon ENSZ főtitkár. Mészségesen nyugtalanítónak nevezte azokat a jelentéseket, amelyek szerint az iraki városokat lerohanó szélsőséges szunita lázadók az elfogott iraki katonák tucatjait mészárolták le, és kijelentette, hogy ezeknek a tetteknek a felelőseit bíróság elé kell állítani. Több tucatnyi elfogott iraki katonát mészárolhattak le az elmúlt napokban az iraki és levantei iszlám állam nevű szélsőséges iszlamista szervezet harcosai, amelyekről fényképeket jelentettek meg az interneten. Az ILIA az utóbbi napokban egy villámhadjáratban elfoglalt több fontos iraki várost, köztük Moszult, és bejelentette, hogy Bagdad ellen vonul. Az Arab Liga tagországainak külügyminiszterei szerdán és csütörtökön ülnek össze a szaud-arábiai dzsiddában, és arról tanácskoznak, hogy milyen intézkedéseket hozhatnak az iraki válságos helyzet megoldása ügyében. Megerősítették a bagdadi amerikai nagykövetség fegyveres védelmét, a diplomáciai képviselet személyzetének egy részét pedig más térségbeli missziókba irányították át, közölte az amerikai külügyminisztérium. Obama elnök kizárta, hogy ismét szárazföldi csapatokat küldjön Irakba. Az Egyesült Államok 2003-ban indított inváziót Irak ellen, és 2011. decemberében vonta ki onnan erőit. A bagdadi vezetés, noha igény tartott volna a további amerikai katonai jelenlétre, nem volt hajlandó meghosszabbítani az amerikai katonáknak az iraki igazságszolgáltatás aluni mentességét, amit Washington nem fogadott el.